Szia! Van egy perced? Tudom, unod már ezt az egész dolgot, de beszélnünk kell a jelentésekről. Ugyanis két új jelentéstételi kötelezettség jelent meg 2024-ben. Az egyik a fenntarthatósági jelentés, a másik az ESG beszámoló. A kettő nem ugyanaz és nem összekeverendő. A fenntarthatósági jelentést a számviteli törvényben előírtaknak megfelelően úgynevezett E-seres keretrendszer mentén kell összeállítani. A jelentés készítés első lépése a kettős lényegesség jelentés, ahol megvizsgáljuk, hogy a vállalat milyen hatással van a külvilágra, majd megnézzük azt, hogy a külvilágból érkező hatások milyen pénzügyi kockázatot jelentenek számunkra. Erről egyébként lesz szó majd egy másik liftet beszélgetésben is. Ezután a leginkább jelentős hatások alapján elsődleges indikátorokat azonosítunk, amelyek mentén majd a jelentést elkészítjük. Ennek minél hamarabb neki kell állnunk, mert nem biztos, hogy minden adat rendelkezésünkre áll a megfelelő mennyiségben és minőségben. Ha nincs, akkor azt mielőbb pótolnunk kell, mert a fenntarthatósági jelentést auditra kész minőségben kell elkészítenünk. Igen, audit is kötelező lesz. Az ESG-be számoló az ellátási láncunkra vonatkozó adatszolgáltatás. Itt részletszabályok majd az év közepe után várhatóak, de fontos, hogy ahogy mi kérjünk majd a beszállítóinktól adatot, a mi vevőink is jelentkeznek majd felénk adatszolgáltatási kérdésekkel. Itt is mielőbb el kell kezdenünk a felkészülést. We'll be right back.